Nellike nagyon messziről jött ma. A Nagyváradnak a túloldaláról. Úgyhogy emerről. Úgyhogy, és Nellike is az Úrnak a szerelmeseként van ma itt velünk, és az Úrnak az imádójaként. És ami a szíved, látom, hogy van valami a szívedben, amikor néztem. És ezt most mondd el nekünk. Áldott legyen az Úr neve, szeretettel köszöntelek benneteket. Nagyon sok minden van a szívemen, de nagyon röviden hálát adok Istennek, hogy itt lehetünk. Hát mi nagyon szeretnénk minden vasárnap feljönni, de egyelőre ez lehetetlen. Most hála jó atyának, hogy elhozott bennünket. A drága testvérek, akik eljöttek velem, a kiszántói gyülekezet tagjai. Hát ők is mindannyian külön egyen-egyenként bizonyságot tudnának tenni, hogy tényleg mennyire Isten mennyire csodáson munkálkodik, a hitre, hogy választ ad. Itt van például a Vilmos öcsém, őt tényleg Erzsébet mondta, hogy Isten a halottat is képes feltámasztani. Hát az Úr megtette ezt Vilmos öcsém életébe, a szemem láttára én előttem, amikor az orvosok lemondtak róla, és engem ki akartak küldeni, hogy kész, leállt a gép, Vilmost engedjük el, és mondtam a doktornőnek, hogy ezt nem lehet, mert Isten ezt még nem úgy akarja, drága Szent Szellem őt még használni akarja a szolgálatban, hiszen együtt szolgálunk Isten kegyelméből, és mondtam, hogy nem engedhetem el, mert Vilmos nekem a másik felem, az Úr mellém tette, ő nem mehet el, és a doktornő rám nézett, és azt mondta, hogy ő bent hagyott, és becsukta az ajtót, és megfogtam a lábát, és az Úr szólt, és a Szent Szellem ott volt, és érzékeltem a jelenlétét, és nem telt el 10 perc, és az öcsém gépezette, ami rá volt szerelve, nem értek hozzá, Isten kegyelméből, 22 éve nem látogattam orvost, csak betegekhez járok, Isten kegyelméből, akiket az Úr gyógyít. És 20 percen belül az öcsém gépezette, pík-pík-pík elkezdett szólni, és beszaladtak az orvosok, hogy mi történt, hogy mihez nyúlt hozzá, hogy mi történt, miért nyúltam hozzá, mit csináltam. És mondtam, hogy én csak imádkoztam, és öcsém az intenzív osztályon volt. Az Úr őt meggyógyította, olyannyira, hogy tudjuk azt, hogy hallásból tudom, hogy az intenzívről nem szoktak másnap hazengedni. Öcsémet másnap az intenzív osztályról egészségesen hazengedték. Áldott legyen az Úr neve! Azóta, ez 2 éve történt, azóta újból volt egy támadása. Azt hazudta az ördög, hogy rákos és gümők jöttek a torkára, a testére. Tehát ott legyen az Úr szent neve, ezek is mind hazugságok. Hittben vagyunk, hogy ő gyógyult minden eredménye. Most az elmúlt hetekben csináltak vizsgálatokat, és minden eredménye tökéletes, áldott legyen az Úr neve, és ő gyógyult. Ugyanígy itt van a Manyika testvérnünk, aki az édesanyám. Ő azért jut most el, ő 80 évet tölt januárban, Isten kegyelméből. 22 éve van az Úrban, ő is nagyon sok hitpróbán átment győztesen. Édesapa is az Úrban volt, nagyon sok gyógyulás végzett az Úr a családunkban, édesapát rákból gyógyította ki, ő hazaköltözött már az Úrhoz. De édesanyja most azért van itt, nem nagyon szeret beszélni, hogy elmondja, hogy a múlt évben ő világtalanul tett, teljesen a két szeme mélyre meg volt vakulva. És azt mondta Istennek, hogyha ő megnyílik a szeme, akkor ő mindenfele fog velem jönni, és Istent szolgálja. És az Úr olyan csodát tett, hogy igenis a szemét meggyógyította. Most egyébként nem olvas Bibliát, de lát és boldogul egyedül. Isten kegyelme meggyógyította, és ezért van, hogy hálát adjunk, és köszönjük az imáitokat mindannyiótoknak. Hálás vagyok Istennek, hogy itt vagytok, hogy vagytok nekünk, nagyon szeretünk benneteket, és szeretettel várunk a mi közösségünkbe is mindannyiótokat. Nagyon szeretünk így távolról is a szeretetünkkel, és ez az út, amit érdemes járni, a szeretet útja. A szeretet útja, mert ezen az úton ott van a Szent Szellem, aki megvédelmez, aki kihoz a mélységből, és mellé mélyebben vagy annál magasabbra fog kihozni.
Köszönöm, hogy meghallgattatok. Nem akarom húzni az időt, mert sokan viszont talán nem lenne elég egész nap, hogy elmondjam, milyen hálás vagyok Istennek. Értetek? A sok győzelemért, az egészségünkért áldott legyen az ő szent neve, és azt, hogy Isten használ, és kívánom mindannyiótoknak, hogy szívből higgyetek Istenben, nem csak fejből, innen nem lehet hinni, szívből, és megmaradni őszintének, akkor is, ha eltéveztem őszintén, Uram, itt vagyok, én vagyok, tudod, nem vagyok tökéletes, azért van szükségem a tökéletes Istenre. És ezt elmondjam, és soha nem kárhoztatod magad, és szeresd is, nem önző módra, hanem másokért. És másokért, mert ez az, ami megéri. Áldottak vagytok, szeretünk benneteket, és várunk mi is a közösségünkbe, Romániába, Erdélybe, áldott legyen az Úr szent neve. Köszönöm szépen! Halleluja! Manyika, dicsőség Istennek, hogy a két szemére Isten látást adott. Emlékszem arra az alkalom, Miskolcon volt, amikor mondtad, hogy itt csodára van szükség. Mondtuk, meg lesz a csoda, ahogy szólítottuk. Dicsőség ezért, dicsőség Istennek. És nem adjuk fel, a teljes délig jön ez a gyógyulás, úgyhogy még a Bibliát is fogja tudni olvasni, mert az jár nekünk, azért adta Isten az igét, hogy olvassuk, hogy hallgassuk, hogy hitünk legyen, hogy ez jár nekünk. Nagyon szépen köszönjük, Nelike, a hitedet, a ragyogást, ami rajtad volt, és onnan tudtam, hogy az Úr akar valamit mondani, mert láttam rajtad az Úr dicsőség.